valaki megírta a házi feladatot? Öreg vagyok én már a házi feladathoz. Én se írtam meg, de majd elmondom szóba. Sziasztok! Sziasztok! Szia! Szia! Szami vagyok. Isten hozott mindenkit az anonim függők terápiás csoportjában. A mai témánk, mint tudjátok, a búcsú lesz. És mit kell tudni rólad? Hát... semmi különös. Huszonnyolc vagyok. De még mindig eljárok a tóhoz. Minden évben. Ugyanoda megyek, júli 12-től 19-éig. 2006 óta minden nyáron eltöltök ott egy hetet. Minden évben újból elvonulok a dombok közé, leteszem a partra a ruháimat, teljesen mesztelenre vetkőzöm, és beúszok a nagy kékségbe. Amikor a víz a bőrömhöz ér, olyan érzésem lesz, mintha végtelen számú kéz simogatna. Ezer meg ezer test érne hozzám egyszerre. Minden emberrel érintkezek, aki valaha beúszott ebbe a tóba. Bemegyek a közepére, és felfekszem a vízre. Lebegek. Alattam a mélység, felettem az ég. Ezért én mindig mesztelenül úszok. Mindenkinek van valami stresszoldója. Mindenki stresszes manapság. Utálom azt a vén szipirtyót. Gyűlölöm, ahogy azon a rekettes, szétbagózott hangján üvöltözik a szomszéd szobából. Sándor! Sándor, fogy erre ki! Ha úgy teszek, hogy nem hallom, akkor meg azt játszol, hogy rosszul van. Én ma arra pedig mindig bedőlök neki. Pedig már hányszor kicsezett így velem. Rafinált vén kurva. Istenem, már megint ezt kellett mondanom a saját anyámról. Egyáltalán nem az anyám miatt járok ki a temetőbe. Nekem teljesen mindegy, hogy temető, park vagy sikátor. A lényeg, hogy senki se lássa. Leginkább sötétedés után érdemes, olyankor jönnek. Este 10 és 11 között a legjobb, mert olyankorra már van bennük egy kis pia, de még nincsenek szétcsúszva. Ki a következő? Én írtam valamit. Tapsoljuk meg Nikit! Bemutatom nektek Nikit. Niki 37 éves, aki szereti a vodka narancsot és néha megteker egy cigit. A világ úgy gondolja, hogy ez nem helyes. Hogy azért szereti az alkoholt meg a marihuánát, mert valamit kompenzál vele. Hát ezt ő is elhitte. Ezért eljárt egy terápia csoportba. Aztán kapott egy házi feladatot, és leült, hogy megírja, miért füvezik és vodka narancsozik. Akárhogy törte a fejét, csak egy dologra jött rá. Hogy mindenkinek szüksége van valamire, vagy valakire, amitől boldognak érzi magát. És arról senki nem tehet, hogy mi teszi őt igazán boldoggá. Ha őt ezek a dolgok teszik boldoggá, akkor hát ezek. Szóval ez az utolsó foglalkozás, amin részt veszek. Jó kifogás. Nincs ebben semmi kifogás. Elmész. Elmenekülsz. Sanyi! Sanyikám! Csókolom, Magdi néni! Már csak a Magdi néni hiányzott. Jól van, akkor fogjuk meg egymás kezét, és mondjuk el a terápia búcsúztatót. Belégzés, kilégzés, be,
Összegyűjtjük a felgyülemlett feszültséget, és kifújjuk, mint egy nagy fekete felhőt. Ja, milyen mulatságos, hogy kívülről belégzés, kilégzés, mint a tornaóra. Azt a büdös kurva életbe adjatok egy kék!